6 és kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Gyarmati István nagykövet, szép jó reggelt kívánok, köszönöm, hogy elfogadta meghívásunkat. Üdvözlöm a kedves nézőket, Brajer Péter vagyok. Emlékeznek rá, mi az a Luach? A zsinagógai naptár, mely szerint 5779 Nisan havának 27. napján vagyunk. Hamarosan ránk köszönt majd Ijár hava. Az Ómer számlálás 12. napján vagyunk, és tegnap ránk köszöntött Erev Yom HaShoah, a holokauszt, a Soá napja. Ma, tegnap este az izraeli nemzeti zászlókat fél árbócra engedték, és ma 11 órakor délelőtt 2 percre megszólalnak a szirénák. A Gergely naptár szerint 2019. május havának 2. napján vagyunk, és az év 17. hetében. Szeretettel köszöntünk minden Zsigmond utó nevű nézőnket. És akkor nézzük, hogy mi is az euró árfolyama 3.24.60, amíg az angol font 378.12. A várható időjárás 9 és 22 Celsius fok között várható az időjárás. Figyeljenek oda folyadékháztartásukra, vegyék be tablettáikat, most tárják nagyra az ablakot, és hallgassák beszélgetésünket Gyarmati István nagykövet úrral. Nagykövet úr, még egyszer szép jó reggelt! Hogyha jól látom, akkor tegnap óta a Magyar Honvédség átvette a légtér ellenőrzést bizonyos területeken. Minek köszönhető, és mi is ez tulajdonképpen? Ugye vannak olyan országok a NATO-ban, akiknek nincs légiereje, ilyenek például a balti országok. És akkor ennek ugye Esztország, Litvánia és Lettország, ugye ezeknek az országoknak a légterét rotációs alapon más NATO országok biztosítják, oda telepítenek megfelelő számú repülőgépet, személyzettel, és akkor ugyanúgy biztosítják a légteret, mint hogyha a saját repülőik lennének ezeknek az országoknak. Van egy problémám az Európai Unióval, de ez most nagyon szembetűnő, annál is inkább ugye, mert Yom HaShoah-ban 6 millió áldozatra emlékezünk, és az Európai Uniót nem zavarta ez sem abban, hogy megint próbálják elítélni Izraelt. Érdekes módon a magyar delegáció, illetve a magyar miniszterelnök nem szavazta ezt meg, és megint nem vették figyelembe. Tehát egyszerűen felolvasták, hogy jó, akkor nem 28, hanem 27 ország gondolja így. Ez megdöbbentő, nem? Ez két különböző dolog. Ugye egyrészt az, hogy ez valóban én azt gondolom, hogy hát minimálisan újra gondolásra kéne, hogy késztesse az Európai Unió országait, ugye itt nem az Unióról van szó, hogy helyes dolog-e ugye Izraelt állandóan elítélni, ugye ha másért nem, akkor ugye azt kéne megnézni, hogy kik azok a szövetségesek, akik ehhez csatlakoznak állandóan, és ugye ezek a minimálisan nem azok az országok, amiket demokráciának lehetne nevezni. De hát egyébként is ugye a helyzet objektív elemzéséből kiderülne, hogy természetesen ugye Izraelben vannak problémák, de ezek alapvetően egy rákényszerített helyzetből adódnak, ahol az országnak a biztonsága tulajdonképpen fölülír nagyon sok dolgot, és ehhez képest én azt gondolom, hogy Izrael még hát bámulatra méltóan visszafogottan reagál ezekre a kihívásokra és támadásokra, amik érik a helyszínen. Tehát itt nem arról van szó, hogy valaki mond valamit, hanem hogy rakétáznak meg terrorista merényleteket követnek el. Én azt gondolom, hogy Magyarország helyesen teszi, hogyha kiáll Izrael mellett. Kár, hogy ebben most nem működött a visegrádi együttműködés, mert azért az... Korábban a korábbi alkalmakkal sikerült, de nem is volt világos, hogy éppen miért ítélik el. Most az elítélés oka az volt, amit nem is tudhatnak csak kiszivárogtatásokból, hogy a két állami béke megoldás most az amerikai tervbe
feltételezhetően nem szerepel csak az egy állam, és ezért gyorsan el is ítélték. Tehát megdöbbentő, hogy újságcikkekre, kiszivárogtatásokra fognak és döntéseket hoznak egy ilyen intézmény. Ugye azért az, hogy van, aki kinyilvánítja az álláspontját, hogy ha ilyen javaslat születik, azt én nem fogom támogatni, az nem ördögtől való dolog, de ezért nem kell elítélni senkit, hanem ha egyébként valakit el kell ítélni, akkor azt kell elítélni, aki a tervet készíti, és nem Izraelt, amelyik tulajdonképpen tárgya ennek az állítólagos tervezetnek. De hát ez egy messzebb menő dolog. Én azt gondolom, hogy az elítélésen túlmenően annál sokkal fontosabb, hogy végig kéne gondolni, hogy a 20 éve körülbelül meglévő virtuális békefolyamatnak a célja a két államiság reális célra megvalósítható. Hát célra. Szerintem már, ahogy a héberül mondják, hogy a jég már elolvadt róla, tehát ez ma már alkalmatlan megoldás. Ezzel lehet vitatkozni, csak akkor ezzel vitatkozni kéne, és nem... Nem kis elítélésekkel. Nem dogmatikus módon ragaszkodni, hogy ugye Einstein mondta egyszer, hogy ha valamit megpróbálunk és nem sikerül, akkor ne csodálkozzunk, hogyha ugyanúgy próbáljuk meg, akkor tovább, akkor máskor sem fog sikerülni. Ki ebben is igaza volt, azt gondolom. Hát esetben sok minden másban. Sok minden másban is igaza volt, igen, de ebben is igaza volt. Meg kéne gondolni, hogy nem lenne értelmes. Egyébként az amerikaiakkal is sokkal jobb lenne, azt gondolom, tárgyalni arról, hogy mi is lesz ebben a béketervben, hogy ne adj Isten esetleg valami befolyás gyakoroljon rá az Európai Unió, de hogyha akar, mint hogy itt most mereven elítélgetni, és hát akkor úgyis az lesz, amit az amerikaiak akarnak, azt a béketervet fogják előterjeszteni. Ezt valószínűleg Izrael jobban fogja szeretni, mint a 20 éve nem működő másik béketervet, és hát akkor megint ott állunk, hogy az Európai Uniónak el kell gondolkodnia, hogy mit csináljon, és mivel az Európai Uniónak, hogy a nullához közelít a befolyása a Közel-Keleten, nem biztos, hogy érvényesíteni tudja azt, amit... Talán olyasmivel kéne foglalkozni, ami aktuálisabb, de ha megnézzük, és... Ez aktuális. Ez nagyon aktuális, de az Európai Unió részéről. Csak nem jól foglalkozik. Mert megnézzük Mogherini asszonynak a működését, és most, amikor elképzelhetően, legalábbis én személyesen bízom benne, hogy többet a nevét nem kell kiejtenünk, megnézzük a működését neki, azért nem sikerült neki összehangolnia az európai külügyminiszterek, illetve külpolitikát, úgy, mint korábban más biztosoknak. Azoknak sem nagyon sikerült, talán ennél egy kicsivel jobban, de ugye ez nem alapvetően a biztosnak a problémája, hanem annak a problémája, ezek a mechanizmusok, ahol a külpolitikát egyeztetik, azok alkadoznak, de ezzel nem kell csodálkozni, ugye ez egy viszonylag új területe az Európai Uniónak, és nem nagyon van egyetértés pontosan abban, hogy itt mit is kellene csinálni. Mindenki azt mondja, hogy ebben szorosabban kéne együttműködni, de hát aztán ez nem mindig sikerül feltétlenül. És ugye hát az ilyen események, hogy ugye ilyen formai megoldásokat keresnek, ami megkerüli a problémát, mint ebben az esetben is. Ugye ez nem biztos, hogy előre viszi a dolgot. Van itt még két téma, amit a Népszava címoldaláról adta az ihletet, hogy beszéljünk róla. Az egyik, és természetesen ehhez is fűződik Mogherini asszony hozzá nem értése, Caos Maduro és Guaidó Venezuelájában, nem egyszerű dolog reggel beszélni, de próbálkozzunk vele újra. Hát ott aztán abszolút káosz van, nem tudni, hogy ki ellen van, de az emberek, minthogyha lassan, észak-koreai szintre süllyednének az ellátottság szempontjából. Ezért nem hibáztatnám szegény Mogherini asszonyt, van sok minden más, amiért lehet. Úgyhogy ezt de erről is butaságokat, meg buta ötletekkel állt elő. Hát, ha Közel-Keleten nincs befolyása, akkor itt aztán még kevesebb. Ugye itt alapvetően egy belső konfliktusról van szó, és hozzá csatlakozva egy amerikai, most már amerikai-orosz konfliktusról is, kis kubai részvétellel színesítve. Ez igen, de hát 60 ország elismerte azt, hogy a
parlament elnöke, az új elnök, vagy diktátor, vagy hívjuk, aminek akarjuk. De ime egy példája annak, hogy egy belpolitikai rossz vezetés egy országot hogy tud a tönk szélére állítani. Hisz Venezuela egy hatalmas olajbeszállító volt. Ezelőtt 20 évvel még földi paradicsom volt. Az, hogy Észak-Korea olyan állapotban, amilyenben azt ugye látta, annak tudjuk a hosszú történelmi előzményeit. Az, hogy Venezuela, tehát Venezuelát azért nagyon ügyesnek kellett lenni, hogy ennyire tönkre tegye a vezetése. De sajnos sikerült neki. Ugye Venezuela most már olyan állapotba kerül, hogy az 1945-46-os magyar infláció az már szép álomnak tűnne Venezuelában, pedig hát ugye nagyon sok magyar populáció van Venezuelában, úgy a pozitív, mint a negatív oldalról. A II. Világháborút követően a politikai menekültek részben ott sikerült nekik neveket változtatni és új hazára találni. Ugyanakkor nagyon sok magyar zsidó 56-ból oda került. Bízom benne, sokan közülük már éppen vissza is tértek, hisz az éhiség szélén vannak. A Népszavának, állítólag szociáldemokrata napilap, lehet, hogy az alapítva 1873-ban, igaz lehet, hogyha igazak a hírek, most már új tulajdonosaik vannak, Orbán Trumphoz készül, írja a lap vezércikkébe, ugyanakkor említést tesz arról, hogy utoljára 2005-ben fordult elő, hogy magyar miniszterelnök hivatalos elnöki meghívás a Fehérházba látogatott. Miért ennyire fontos ez a látogatás, hisz a kapcsolatok a két ország között azt mondhatnám, hogy majdnem felhőtlenek, hogyha az amerikai nagykövet, budapesti amerikai nagykövet megszólalásait hallom. Igen, jók a kapcsolatok, ez kétség. De hát ez olyan dolog, tudod, hogy mintha ugye valaki örökli a trón, de amíg a fejére nem teszik a koronát, addig azért nem igazi király. Hogy valami ilyesmi. Pedig hát igazából mondjuk hatalmi szempontból annak nincsen jelentősége. Szegény II. József meg is szívta azt, hogy nem tették soha a fejére a koronát. Hát azt gondolom, kapta ezt a nick nevet, hogy kalapos király. Igen, így van, így van. És ugye a nagyobb baj, hogy vissza is kellett, hogy vonja a rendeleteit. Nem azért, mert nem koronázták meg, de ez része a dolognak. Hát azt gondolom, hogy ez egy ilyen találkozó az tulajdonképpen a megkoronázása is a folyamatnak, és egy üzenet, tehát aki nem tudja, hogy milyen a magyar-amerikai kapcsolatrendszer, az abból megtudja, hogyha van egy ilyen találkozó. Talán nem beszél, hogy most már mindenki találkozott Donald Trump-al. Tehát a Mariner térségből, tehát azért ez egy nagyon fura helyzet, hogy éppen a magyar kormányfő nem. Tehát ha nem lennének jók a kapcsolatok, és ezt ugye az amerikaiak kinyilvánítanák, akkor ez egy érthető dolog lenne. De mindenki arról beszél, hogy jók a kapcsolatok, ebből adódóan ez nehezen érthető. Ezzel lehet egyetérteni, vagy nem egyetérteni, de ettől még amerikai szempontból azt gondolom, hogy így van. Mindenki emlékezett és ünnepelte azt, hogy 15. évfordulát ünnepelték meg térségünk országai, hogy az Európai Uniónak a tagjai. Ez biztos Magyarország életében is hatalmas változásokat hozott, de ez az Európai Unió nem biztos, hogy pontosan ugyanaz az Európai Unió, amihez akkor mi csatlakoztunk. Szerencsére, hát azért 15 év alatt a világ változott, és az Európai Uniónak nem az a baja, hogy változott, hanem az, hogy nem változott eleget. Hát igen, kicsit vízfejű. Tehát nekem személyesen nem magával a szervezettel, persze, hanem az adminisztrátorokkal van bajom. Hát azért nem gondolom. Tehát itt vagy egyes biztos asszonyokkal. Igen, én nekem alapvetően az a véleményem, hogy ugye most egy új szakasz kezdetén van a világ is, meg az Európai Unió is, és az Európai Unió egyelőre egy helyben toporog, hogy mit csináljon, ezen túl kellene lépni. A következő parlament, bizottság remélhetőleg meg fogja ezt tenni. Ha nem, akkor baj lesz. Még annyi időnk van, hogy beszéljünk két mondatot arról, ugye fél árbócon az izraeli nemzeti zászló, megszólalnak 11-kor a szirénák, 6 millió emberre emlékeznek, akiket azért gyilkoltak meg, mert zsidók voltak. A nap karikatúrája, ahogy a szöges drótból mindig leválik egy darab, így megmutatom neked picibe, és végén egy harci repülő lesz belőle.
azaz nem kérünk többet a szöges drótból, hanem megvédjük magunkat. Ennek másik bizonyítéka, hogy 41 országból ma megkezdődik a 31. nemzetközi életmenet, ahol több tízezer fiatal érkezik Auschwitz-Birkenau-ba, a táborba, ugye ahol ott az a kapu, hogy a munka nemesít. Emlékezünk rá, és ott a 38-as barak, és ott van a magyar barak, ami ennyi évvel is még a felszabadulás után ott van, és emlékeztet minket a borzalmakra. Azt hiszem, hogy ebbe egyetértünk, hogy ezt többé soha nem akarjuk. Nem is tudom, hogy ez a baj, hogy azt akartam mondani, hogy nem is tudom, hogy ez lehet-e valakinek kérdés, de sajnos vannak olyanok, akiknek ez kérdés, és ez azt jelenti, hogy nekünk meg egyre erősebben nem szabad akarni, illetve tenni kell azért, hogy ez ne történjen. Főleg akkor, amikor megjelentek ma reggel a statisztikák, hogy egyre nagyobb az antiszemitizmus világszerte, és az antiszemitizmus a megmozdulásokban a statisztika szerint az Amerikai Egyesült Államok vezet. Köszönöm, hogy rendelkezésünkre álltál, és itt folytatjuk legközelebbi találkozónkkal. Előzetesek, és már is jövünk vissza. A következő vendégünk a DK szóvivője, országgyűlési képviselő Gréci Zsolt. Tartsanak velünk!